76 ezer ember így búcsúzott el a berlini olimpiai stadionban Dárdai Páltól, a német Hertha magyar játékos legendájától, aki edzőként is remek eredményeket produkál. A kieső jelöltből 4,5 év alatt stabil Bundesliga középcsapatot fabrikált, szerény költségvetésű Herthából. Újra itthon van, a nyári szabadságát tölti, és természetesen örömfoci a köbön, a barátokkal, kortársakkal, válogatott társakkal. Minden nyáron turnézik a Dárdai tím. Naná, hogy a fiaival, mint ahogy legutóbb Kakasdon is történt. Az az igazság, hogy háromszor futok egy héten 30 percet, súlyfölösleg van, ugye ez valahogy azzal jár, hogy igazából focizni már nem járok. Tavaly játszottam utoljára a Zamárdiba ilyen meccsen, Dunaújvárosba, és télen véminden egy teremtornán, azon, hogy nem focizom. Tehát ez most ugye az elején az ember bele lendül, mindig többet vállalkozik, és arra kell vigyelni, az első két ilyen meccsen esérül meg, utána megint úgy vagy bele, hogy mehet tovább a játék. Közben mindhárom már a Herthában focizó fián is a szeme, akikkel ilyenkor természetesen Hertha szerelésbe bújva együtt játszik. Kakasdon például a középső, már a német U17-es válogatott játékosával, csapatkapitányával, Marcival és a legkisebb fiúval, a 12 éves Bencével is. Nekem megvan a vonalam, ez működött a válogatottnál, működött a Bundesligában, a szakemberek azok látják, tehát ez fontos dolog. Én hiszek abban, amit csinálok, ugye én általában tudom motiválni a játékosokat, mint taktikailag föl vannak készítve az összes méterre, mit hogyan kell csinálni védekezésben, támadásban is. Ugye a támadásban én azt gondolom, hogy 30 méter után én ott nem tudok segíteni, nem tudom mozgásot mutatni, de az, hogy berúgja a csatár, vagy nem rúgja be az utolsó passz, hogy bejön, vagy az utolsó előtti passz, ugye már nincs utolsó előtti, akkor nincs utolsó, csak aki oda kerültnek, hogy be kell rúgni, az már kvalitás. Ugye itt én azt gondolom, egyszer kapni egy csapatot az ember, ahol komoly kvalitás van, akkor egy olyat azért elvárja. Stílusát, munkamódszereit tekintve már a világhírű, a Liverpoolt BL győzelemhez vezető Jürgen Klopphoz is hasonlítják a magyar edzőt. Írnak sok mindent, már volt, hogy ilyen irányba hasonlítottak, de én más vagyok szerintem. Én azt gondolom, hogy megpróbálok a játékosokkal úgy bánni, hogy ne legyen gátlás, tehát minden nap legyen egy rövid beszéd, minden játékos legyen egy jó szabad, hogy tudjon teljesíteni edzésen. Mert hogyha gátlásosak, hogyha zavarja az edzőket, akkor az szerintem nagyon nehéz. Én ezt a vonalat viszem, nem tudom, hogy ki dolgozik így, aki edzőként dolgoztam, ők nem így dolgoztak, én ezt vártam volna el, én megpróbálok olyan edző lenni, amit én szerettem volna magamnak. Egyelőre se a magyar válogatottnál, se a Herthával nem volt gondom, akár a Zsuzsák Balázsra, vagy a Szalai Ádámmal se, akár a Szalamon Kaluba, vagy a Vedad Ibiszevicsel, ugye mindig az ilyen játékosokkal nehezebb összecsapni, vagy komolyabb véleményt mondani, meg tudtuk oldani mindig egészségesen, hogy jó legyen a csapategység. Ilyen szempontból én nem tudok rosszat mondani egyelőre magamról, megpróbálok fejlődni, és meglátjuk, mit az a sors.